Az első 3D nyomtatóm egy Creality Ender 3-as volt. A második egy Creality Ender 3 V2. És mindkettővel nagyon meg voltam elégedve, ezért nem volt kérdéses, hogy amikor megkerestek azzal, hogy próbáljam ki a Creality Ender 3 V3-at, akkor kapásból igent mondtam, és akkor még azt sem tudtam, hogy ebből igazából két fajta létezik. Az SE és a KL változat. Az SE egy kicsit jobban kapcsolódik a régi nyomtatókhoz, legalábbis a firmware-t illetően, ami a váz szerkezetet illeti, nagyjából ugyanaz a két nyomtató egy minimális eltéréssel. Azonban ez a gép, amelyet én megkaptam, a KL változat, ez már clippert futtat, ezáltal egy gyorsabb nyomtatási sebességet ígér. Azonban vegyesek az érzelmeim ennek a nyomtatónak kapcsán, szóval álmodó vagyok, hogy lássuk, hogy milyen. Gondos csomagolásban érkezik, ami nem meglepő a gyártótól. Kapunk valamilyen piszkaizét, ami határozottan nem fúvókatisztító, valami extruder kurka. Garanciapapíros és használati utasítás, ami ugyan több nyelvű, de magyart nem tartalmaz, és konkrétan semmit nem tudunk meg belőle, szóval kár volt a papírért. De kapunk matricákat. Kapunk egy kis tubus gépzsírt, standard csípőfogót, tartalékfúvókát és csavarokat. A korábbi modelleknél emlékeim szerint voltak nem kellően meghúzott csavarok, így az összeszerelést némi vizsgálódással kezdtem. És ha már, akkor már belenéztem az aljába is, ami igazából egy műanyag tepszi, benne egy darabka fém profillal, ami merevíti. Ami jó hír, hogy a kevés csavar, az kevés hiba lehetőség is. Egyébként minden az elvárt minőségben lett beleszerelve, viszont látva, hogy még egy lyukacsos plé kerül a tápegység ventilátor elé, már készülhetünk arra, hogy ez sem lesz egy csendes gép. Felül folytatva a vizsgálódást, egy igen jelentős tárgyasztal mozgást tapasztaltam, ami nem állítható görgőkkel, hiszen ez már lineáris csapágyas. Tehát szétszedtem, és ez bizony továbbra is mozog. A probléma pedig sajnos nem laza csavar eredetű. Bár szemléltetni kicsit nehéz, de a tengely konkrétan harangozik a csapágyban. A bal oldaliban kicsit, a jobb oldaliban pedig borzasztóan. Itt azért megálltam egy pillanatra, mert azért ez nem egy no-name kínai nyomtató. Szerintem a Creality, mielőtt legyártotta ezt a konkrét darabot, azért egy pár ezer nyomtatót már legyártott, el is adta, és azóta is működik. És mégis egy nagy sebességű nyomtató ki tudott jutni a gyárból egy ilyen banális hibával, ez valahogy nem kerek. Elkezdtem kutakodni a témában, és találtam egy videót a Creality, tehát a gyártónak a videóját arról, hogy ezeket a csapágyakat hogyan kell kicserélni a nyomtatón. Hát, amennyire én tudom, ezek a csapágyak igazából ilyen igénybevétel mellett tulajdonképpen az örökké valóságig jól működnek. Előbb fog lebomlani ez a műanyag alsó rész, mint hogy azok a csapágyak elkopjanak. Mégis van egy videó arról, hogy hogyan kell ezeket kicserélni. Ez már egy kicsit furcsa. Azt azért kihangsúlyoznám, hogy ezt a gépet nekem nem a Creality küldte, tehát nem a gyártó, hanem a Geek Buying-tól kaptam meg, ami ugyebár egy bolt. Jelen pillanatban ezt ők ezzel a lila színű filamenttel csomagban árulják, így kaptam meg én is. Ami egyébként egy Flashforge filament, és nem igazán értem, hogy miért árulják ezt a gépet egy konkurens gyártó filamentjével. Szóval szerintem itt az a helyzet, hogy volt egy ilyen széria, amelynek rossz ez a csapágyas dolga, így került ki a futószalagról, és ezek már ilyenek, és ebből egy csomó bent ragadt most itt a Igbáinknak a raktárában, amit szeretnének mi hamarabb kipaterolni, éppen ezért is adják filamentel mindennel, csak vigyék az emberek minél hamarabb. És szerintem azóta a Creality kijavította ezt a csapágyas problémát rajta. Erre pedig azért gondolok, mivel azt hiszem, hogy a Creality oldalán, de lehet, hogy valamelyik másik boltban, nem tudom, amikor elolvastam a hozzászólásokat a nyomtató alatt, akkor igazából 5 csillagos és 1 csillagos hozzászólásból nagyjából ugyanannyi van, a köztesekből pedig elenyésző mennyiségű. Tehát ez a gép egyesek szerint nagyon jó, mások szerint pedig nagyon rossz. Köztesebb állapot pedig nincs. Szerintem ez összefüggésben van ezzel, hogy egyesek ezzel a hibás csapágy dologgal vették meg, még mások a jó csapágyassal, és ez okozza ezt a jelentős különbséget. Viszont ha éppen egy ilyen gépet sikerült eltalálnunk, akkor sem kell csüggedni, mivel ilyen csapágyat pár ezer forintért lehet kapni itthon is. Kicseréljük, és onnantól kezdve vélhetőleg jobban fog működni. Én ezt a dolgot nem tettem meg, mivel ezt a gépet így lehet megvásárolni, nekem pedig az a célom, hogy úgy teszteljem le a gépet, ahogy meg tudja vásárolni mindenki más is a boltból, tehát nem foglalkoztam ezzel, ez a gép hibája. Így kell használni. Elég barbár megoldás, de azzal, hogy kicsit ferdén megfeszítve rögzítettem a csapágyak tartóit az asztalhoz, megszűnt ez a probléma.
Igaz, hogy később használat közben a csavarok meglazulása miatt vissza fog térni ez a hiba, de ideig óráig ez megoldja a dolgot. Miután ezt kijavítottam, már össze lehet szerelni. Újfajta profilokat alkalmaznak, ennél már a profilban vezetik a kábelt, legalábbis egyet. Az összeszereléshez mindössze 6 csavart kell a helyére csavarni, ezek rögzítik a vázat. Majd jöhet a kijelző és a filamenttartó. A bekapcsoló gombot felkattintva már is éled a gép, és egy szép színes kijelzőn láthatjuk a logót. Majd választhatunk nyelvet, és bár sok van, de magyart nem találunk a listában. De kapunk egy regényt, amit szerintem ember nincs, aki elolvas, így lényegében bármi lehet benne, és bár én sem olvastam el, de feltételezem így már végre a nyomtatónk is gyűjthet rólunk mindenféle adatot, amit majd később aztán felhasználhatnak ilyen-olyan célokra. No de nyomtatni akarunk, így elfogadjuk és kész. Wi-Fi csatlakozás, mely jelszavához kapunk egy billentyűzetet, amitől hanyat vágja magát az emberi agy, és egy betűt sem talál meg rajta. Majd jöhet az időzóna beállítás. Creality felhőszolgáltatás, majd öndiagnosztika. Ez lényegében az asztalszintezést jelenti, sajnos visszajelzést nem kapunk a munkafolyamatról, így nem igazán tudjuk, hogy az vajon meddig is fog tartani. Így hát várunk. És mikor már majdnem azt hittük, hogy készen van, ez még csak a fűtés volt. A szintezést szerencsére teljesen automatikusan végzi. Elsőként letörli a fúvókát az asztal szélébe, majd a tárgyasztal alá épített nyomásérzékelő, minimérleg, segítségével érzékeli, hogy a fúvóka elérte az asztalt. Ebből számolja ki a magasságot, majd elkészíti a magasságtérképet, mivel gyárilag CR Touch-sal szerelt. Végezetül pedig végre eljutunk a főképernyőre, és kezdhetjük a gép használatát. Túl sok lehetőséggel nem látnak el bennünket, de tudunk hőfokot módosítani, mozgatni, extrudálni, szál-visszahúzni, ez lényegében a filament cserét takarja, és a legalapvetőbb beállításokat módosíthatjuk. Néhány egyéb dolog mellett szoftver frissítést is kapunk, melyből van is egy újabb változat, melyre csak rá kell bökni, és intézi magának. Ezért egy hatalmas pacsi a gyártónak. Mellékel a gyártó egy kis tekercs Hyper filamentet, feltételezem PLA-t. A szárbefűzés kimondottan könnyen megy, de én nem vagyok hajlandó a szoftveres megoldással vacakolni, túl sokáig tart. A mellékelt pendrive-on kapunk egy batchit, ami az írás szerint 16 perc alatt elkészül. Nyomtatás előtt még ki vagy bekapcsolhatjuk, hogy szintezze a tárgyasztalt, ez csak néhány másodpercig tart, így igazából nem probléma, ha bekapcsolva marad. Szintez, majd nyomtat. A sebességével nincs gond, és ahogy készül a kis bencsi, a minősége is olyan, amilyet elvár az ember. A nyomtatónak azért van némi hangja, de ez elsősorban az Y-tengely mozgásából ered. Ilyen árkategóriájú nyomtatónál azt mondom, hogy ez még belefér. Végül 18 perc alatt elkészült a munka. A tárgyasztal melegen jó tapad, hidegen pedig elengedi a tárgyat. Ami a kis hajó minőségét illeti, hát nem vagyok hanyattesve a minőségétől, de még a bőven jó kategóriába sorolható. Főleg olyan hibái vannak, amit a fehér szín remekül kendőz. A pendrive-on megkapjuk a Creality Print szeletelőt, ami nem egy átdolgozott szeletelő, saját fejlesztésű, kellően kezdő barát, nekem egy kicsit olyan érzésem van, hogy fogták a Cura és a Prusa szeletelőt, és ebből összeszemezgettek olyan dolgokat, amik szerintük jók, és összepakolták egy programba. Előre beállított gépprofilokkal és filamentekkel dolgozhatunk, így elméletileg garantált a siker. Le is szeleteltem Peter Griffint, és automatikusan generált hozzá támaszt is. Nem csak szeletelőt, de webes felületet is egyedit kapunk. Ami elég kevés információval szolgál, de működik. Mindenféle probléma nélkül ki is nyomtatta. Reggelre el is készült, és már a lehűlt asztalról könnyű leválasztani. Majd a támaszok eltávolítása után egy szép végeredményt kaptam. Semmilyen bántó problémát nem látok rajta. Kinyomtattam hát egy csavart és a hozzáillő anyát, melyet szintén gyönyörűen elkészített, és nagyon szép ez a mellékelt nebula filament is. És ha olyan lennék, amilyen nem vagyok, akkor most azt mondanám, hogy ezeket gyönyörű szépen kinyomtatta, meg még számos más dolgot nyomtattam vele, ez egy nagyon nagyszerű nyomtató, vegyétek meg bátran, affiliate link lent van a leírásban, arra kattintsatok, ott vegyétek meg, mert akkor nekem abból hasznom van, és vegyétek, vigyétek, mert egy nagyszerű gép. A helyzet viszont az, hogy én nem ilyen vagyok. Szóval ugorjunk vissza az elejére, amikor ezt a kis bencsit kinyomtattam.
ami tényleg szépen kinyomtatott, vagy legalábbis elfogadhatóan. Mert azért van itt némi arról extrudálás. Viszont ez a kis hajó, ez nem csak egy dekorációs tárgy, ez egy kalibrációs eszköz. Tehát méretpontosnak kell lennie. Viszont ez egy picit kisebb az elvártnál. Még az említett csavar nagyobb, mint ami ennek lennie kéne, mivel ennek szaladnia kéne a meneten, így viszont alig lehet tekerni. Hasonló a helyzet a már megszokottá vált tesztmodellennél, mely bizony ez esetben nem forgatható meg, mivel a külső fogaskerekek hozzá vannak nőve a külső gyűrűhöz. Kinyomtatva egy kalibrációs kockát, lényegében minden irányban nagyobb. Első gondolata az embernek, hogy pontatlan a nyomtató beállítása. Végig mértem rajta minden lehetséges dolgot, párhuzamosságot, merőlegességet, elmozdulást, és minden tűpontos. Kivéve a tárgyasztal, ami egy kicsit lejt. Ezt egyébként a szintezésből is lehet látni. Több egymást követő szintezés, tehát mérés után készítettem hozzá kis alátéteket, amelyek kiküszöbölik ezt a lejtést, beépítve pedig már is jobban fest a dolog. Persze a végeredményen ez semmit nem változtat. Némi a szeletelővel való ismerkedés után találtam benne kalibrációs lehetőségeket. Ezek mind a filament tulajdonságait hivatottak meghatározni, hőmérséklet, maximális áramlás, maximális nyomás és hasonlók, mivel manapság már két PLA közt is hatalmas eltérés lehet, és nem csak a nyomtatási hőmérséklet. Persze, ha krealiti filamentet használunk hozzá, akkor az előre beállított filament profilok azok jó kellene, hogy legyenek a géphez. Nekem nincs ilyen filamentem, és ugye nem ezt mellékelik hozzá, hanem egy másik gyártóét, mert hát igazából nem fontos csak a saját filamentjükkel használni, 100 másik gyártó is létezik. Így hát nekifogtam, végigcsináltam az összes beállítási kalibrációs tesztet, ami volt. Ezzel nem igazán lettem előrébb, ha bár van hozzá egy leírás a Creality-nek a saját weboldalán valahol, mindegy, meg lehet találni, ha nagyon keresi az ember. Tehát végigcsináltam ezeket, ezzel csak rontottam a dolgon, igazából semmivel nem lett jobb a nyomtatás. Majd miután ezt megcsináltam még egyszer a már módosított értékekkel, így a kalibrációkkal csak tovább rontottam a dolgon, szóval volt egy olyan délután, amikor nagyon nem voltam jóban sem a szeletelővel, sem a géppel, és hát igen. De utána másnap vettem egy mély lélegzetet, és újra nekiálltam beállítani a dolgokat, és egy csomó kalibrációs mindenséget kinyomtattam, amit csak lehet, és ezzel pontosan beállítottam azokat az értékeket, amire szükség van ahhoz, hogy lehessen vele megfelelően nyomtatni. Ezt követően már végre sikerült olyan dolgot is nyomtatnom, ami úgy működik, ahogy kell. Kinyomtatva nem nőnek össze a részei, nincsen rajta semmilyen különösebben látható és bántó probléma. Szóval azt lehet mondani, hogy igazából elértem azt, hogy tudjak a nyomtatóval úgy nyomtatni, ahogy azt kellene, ezzel a mellékelt FlashForge filamenttel. Kinyomtatva a kalibrációs kockát, már annak méretei is helyreálltak, szóval úgy voltam vele, hogy elértük azt a pontot, amit el kellett volna érni, erre azért ráment egy-két nap. Kipróbáltam hát a szüneteltetés funkciót, melyet gond nélkül elvégez. Csak az asztalt tartja hőmérsékleten, a fúvókát visszahűti nagyjából 140 Celsius fokra. Majd a folytatásnál szépen tudja folytatni. A filament szenzor is gond nélkül működik, szünetelteti a nyomtatást, felkínálja a filament csere lehetőségét, amit el is tudunk végezni a kijelzőről, de látva a filament végét, azt hiszem, hogy maradok inkább a kézi cserénél. Az új filamenttel gond nélkül folytatódik a nyomtatás, a végeredményen pedig látszik, hogy a szüneteltetésnél lett egy kis réteg probléma, az új filamentnél pedig, hogy nem a filamentnek megfelelőek a beállítások. Gondoltam, nyomtatok valami nagyobbat, egy ágyszéli rendszerezőt. Ennek első rétegénél tapadás gondokat láttam, így kicsit megemeltem a flow rétet, és nem volt gond. Majd a második rétegnél visszaállítottam. Így nyomtatta is szépen, de nem figyeltem, hogy egy írás is van a belsejében, ahhoz pedig ez a kitöltés egy picit túl ritka volt, ez okozott is egy réteg elcsúszást, de a többit szépen kinyomtatta. Egészen a következő réteg eltolódásig, de ezt követően már leállítottam a nyomtatást, ami hát nívón aluli. Az alján jól látszik, hogy hol növeltem meg az áramlást, azon a részen elegendő az anyag, még előtte eléggé szegényes. A többi problémát pedig tudjuk be a nem kalibrált filamentnek, de hogy a tetején a nagyjából 3 cm-es réteg eltolódást mi okozta, azt nem tudom. Viszont a kilógás teszten ezennel átment, azt hiszem, mert konkrétan a semmibe nyomtatott. A réteg tapadás sem az igazi, de legalább le tudtam tisztítani a tetejét, így gondoltam, nyomtatok rá egy újabb kupakot. Közben az ebből a filamentből nyomtatott tesztkockán észrevettem, hogy van egy szűkülő talpa, és továbbra sem telítette az első réteget úgy, ahogy kéne.
és szégyen szemre csak ekkor esett le, hogy valójában az automatikus szintezés kompenzációját kéne állítani, és lejjebb engedni a hiba mértékével, vagyis 2-3 mm-rel. Ennek köszönhetően a magasság probléma is megoldódott, és szépen ki is nyomtatta. Persze a sarkok továbbra is gyalázatosak. Közben gondoltam, készítek betéteket a nyílásokba, de a szeretelő használata közben egyszer csak elpattant a cérna, ripikára törtem a kinyomtatott modellt, és úgy voltam vele, hogy elég volt a több napos szórakozásból, és engedjük el egymás kezét. Persze most lehet azzal jönni, hogy mert nem értek hozzá, meg miért nem javítottam, meg miért nem állítom be, mint a Tutris gép esetében. Ha úgy érzed, hogy neked ez a gép kell, akkor vásárold meg nyugodtan és használd egészséggel az idők végezetéig. Én egy nyomtatótól azt várom el, hogy nyomtathassak vele. Nem azt, hogy állandóan állítgatni, tuningolgatni, műtyürgetni, és mindig valamit kelljen bele csinálni. Nyilván az nem elvárás, mire Kínából ideér egy gép, első használat előtt, vagy az első használatok során be kell állítani, és működnie, tehát működőképesre kell hozni egy gépet, ez ellen nem mondok semmit, ez itt teljesen rendben van. De miután egyszer beállítottam, nem akarom azt, hogy minden filament cserénél rá kelljen szánnom 2 órát arra, hogy ezt mind kinyomtassa, mert egy ilyet kinyomtatni azért 40 percig tart, meg egy ilyet 20-ig, meg nem tudom, és akkor másfél óra elmegy arra, hogy belője az ember, hogy milyen filamentet használ hozzá. Én ezeket a gépeket nem egy hobbiként tekintek rá, hogy van egy gép, amivel állandóan tud bizergálni az ember, meg műtyürkélni. Ha ilyet akar, építsen vorront az ember, és akkor a vorron nyomtatott mindig lehet valamit ott műtyürkélni rajta, mert azt élvezi, hogy az a saját gépe. Egy készen megvásárolt nyomtatótól én azt várom el, hogy használható legyen, és mindig használható legyen. Számtalan olyan nyomtatón van, amely nagysebességű is, meg minden egyebet tud, amit ez is, és igazából amióta megvan, azóta működik és használva, és nem kell rajta állandóan szórakozni valamivel. Hát ez nem ilyen. Szerintem ezt a nyomtatót a gyártó kezdőknek fejlesztette. Méghozzá nagyon kezdőknek, akiknek még soha nem volt nyomtató a kezükbe, és ezzel fogják elkezdeni. Megvásárolják ezt a nyomtatót, nem túl drágán, megveszik hozzá a nagysebességű Creality filamentet, ezek ugye benne vannak gyárilag a szeretelő szoftverben, azzal leszeleteli, és tökéletesen tud vele nyomtatni mindenféle hiba nélkül. Az egy másik kérdés, hogy miért nem lett tökéletes az elsőnek kinyomtatott bencsi, de ezt most engedjük el. Tételezzük fel, hogy mindent tökéletesen tud vele nyomtatni, maximum egy pici beállítás kell a legelején, és attól kezdve működik. Használja a Creality filamenteket, ameddig ki nem fogy, majd egyszer csak gondol egyet, hogy van másik 100 gyártó, vegyünk egy másmilyen filamentet. Vesz egy másik filamentet, beletölt, és ott jön a pofon, mert igazából többet nem fog vele tudni normálisan nyomtatni. És itt jön a probléma, ami szerintem ezzel a géppel egy hatalmas gond, hogy annak ellenére, hogy a Creality kezdőknek adja ezt a gépet, nincs meg hozzá a kellő támogatottság, vagy hogy mondjam, tehát nincs meg egy leírás hozzá, hogy igen, ha megfogsz egy másik filamentet, akkor mit kell csinálni? Sehol nem találtam meg leírva itt a gép környékén, hogy ezeket a teszt dolgokat hol találom meg, hol kell kinyomtatni, miért kell megcsinálni, mire van. Oké, hogy nem kell egy oktatást biztosítaniuk hozzá, de azért legalább valami támpontot adhatnának, hogy egy kezdő hogy tud nyomtatni olyan filamenttel, ami eredetileg nincsen benne a szoftverben. És ha már szoftver, akkor ez a Creality szeletelő dolog, ez nem tudom, én sose láttam értelmét annak, amikor egy gyártó saját szeletelőt fejleszt, mert inkább csináljanak tökéletesen működő jó profilokat, tökéletesen működő szeletelőkhöz. Nem kell új szeletelőt gyártani, mert szerintem nem lesz arra kapacitás, hogy ugyanolyan sebességgel fejleszék, mint egy Cura, vagy Prusa, vagy Orca, vagy bármilyen szeletelőt, és idővel ez be fog sülni. Na most, ha ezt kezdi el használni az ember, akkor ezt az irányt kezdi el megtanulni, és utána borzasztó nehéz lesz átszokni másik szeletelőre, ha másik nyomtatót vesz, vagy ha csak simán át akar térni egy másik szeletelőre. Persze, szerintem a gyártónak itt az az elképzelése, hogy hát ne térj át másik nyomtatóra, mert vannak Creality-nek számos másik nyomtatója, ami ugyanezzel a szeletelővel működik, és használ ezt a vonalat az ő filamentjükkel és hasonlók. Én személy szerint annyira nem támogatom ezt a vonalat, de ennek is van bizonyos előnye, méghozzá az, hogy telefonos applikációt is kapunk hozzá. Azon belül is tudunk szeletelni, kapunk felhő hozzáférést, kapunk felhő tárhelyet, ahol felhőben vannak fönt modellek is, amelyeket ugyanúgy le tudunk tölteni Thingiverse-ről vagy Printable-ről, de azért itt is fent vannak, tudunk gyűjteni pontokat, egy komplet rendszere van ennek, nem merültem el ebbe a Creality felhős dologba, soha az életben nem fogom használni, de nagyon nagyszerű dolog, hogy ezt is el lehet végezni rajta, és az is, hogy telefonról tudjuk kezelni a gépet, értesítést kapunk minden,
ez viszonylag egyedi dolog, és nagyon jó, hogy ilyet is csináltak hozzá. Szóval kezdőként nagyon könnyen tudunk vele nyomtatni, és úgy érezzük, hogy rengeteg dolgot kapunk, és megbecsült felhasználók vagyunk, és ha ezt mindennek a használatát elsajátítjuk, akkor valóban nagyszerűen tudjuk használni a gépünket. Azonban, ha a, mondjam azt, ilyen old school módon akarjuk használni, tehát nem felhőzünk, nem tudom, semmit nem csinálunk, hanem majd mi szelet előtt meg mindent beállítunk, meg saját filament meg hasonlók. Felmerült az a probléma, hogy amikor feltettem rá ezt a többszínű Kingron filamentet, nem voltam hajlandó kinyomtatni minden egyes kalibrációs teszt akármit, mert úgy gondoltam, hogy az a féltekercs filament másra is jó lehet, mint hogy nyomtatgassak vele teszt dolgokat. Elfér, hogy ott a szélein egy kicsit csúnyább lesz, meg ez az amaz. Azonban ez egy viszonylag alacsony hőmérsékleten működő filament, maximum 210 fokon lehet vele nyomtatni. Ezt be is állítottam, hasonlóképpen, mint ahogy mondjuk a, azt hiszem, a, ez a küra szeletelőből van átszármaztatva ez a kialakítás. Szépen mindenhol, amit láttam a kiírásban, mindenhol 210 Celsius fok volt. Ki is nyomtatta, majd utána, amikor, hát mikor szüneteltettem, és mikor megállítottam a nyomtatást, mert ugye nem volt jó a vége, akkor láttam, hogy éppen 230 fokon nyomtat. És nem értettem, hogy ez honnét maradt benne. Na hát a szeletelő beállításainál, a filament beállításain belül van, vagy a szeletelés? Valamelyik beállításon belül, a 32. al beállításnál van egy olyan, hogy a flórétnek, tehát az átáramlásnak megfelelően állítsa a filament hőmérsékletét. Ez bepipálva maradt, és ott van benne egy kis kódrész, ami módosítja annak megfelelően, hogy mennyi az átáramlási sebessége a dolognak. És ott bizony, nem tudom én milyen átáramlásnál, már 230 fok van beállítva, amit ez a filament nem bír el. A probléma ezzel az, hogy az ember nem nyálazza át az összes beállítást lépésről lépésre, hogy most az jó, vagy nem jó, vagy be van pipálva, vagy nincs bepipálva, vagy mi van vele. Ez rengeteg idő is. Tehát ehhez el kell sajátítani egy szeletelőnek a használatát, ami több napig tart, még mindent átszórakozik rajta az ember, meg ráguglizza arra, hogy melyik kifejezés mire szolgál. Ez szerintem egy hatalmas probléma akkor, hogyha az ember így akar valamit használni. És valószínű, hogy emiatt is lett hibás ennek a nyomtatásnak a vége. Tehát végül is, ha úgy nézzük, akkor valóban én voltam hülye a géphez, és én nem tudom használni, de mindezt azért, mert olyan megoldásokat használnak rajta, amikre az ember így alapból nem gondol, mert nem gondol. Amit még tényleg nem értek rajta, hogy mi a nyavajáért kell ezen a gépen minden egyes filament típushoz külön-külön kalibrációt végezni, ha nem akarjuk, hogy konkrétan borzasztó legyen a végeredmény. Hát azért van néhány nagysebességű gépem, amelyik talán még gyorsabban is képes nyomtatni, mint ez a gép. Ugye erre ígérnek egy 300-at, nem, ígérnek egy 500-at rá, egyébként pedig minden profil 300-ra van beállítva. Nem próbálgattam feszegetni a határait, így is voltak gondok vele, főleg ezekkel a csapágyakkal biztos, hogy nem képes 500-ra. Tehát nem értem, hogy miért kell minden egyes filamentnél külön szórakozni ezekkel a külön kinyomtatható kis dolgokkal, és miért kell mindennél kalibrálni a filamentet, mikor másik nyomtatóknál erre nincs szükség. Nyilván szükség van rá, és nyilván egy sokkal szebb végeredményt kap akkor az ember, hogyha ezeket végigcsinálja rajta, de alapvetően bármilyen filamentet töltöttem bele ezekbe a korábbi nyomtatókba, egy elfogadható minőségű végeredményt kaptam mindenféle kalibrálás nélkül. Illetve itt már bejött az, hogy ugye a flow rate-et kell állítani, tehát hogy köbb milliméter per szekundum alatt mennyi, hát hogy másodpercenként mennyi anyagot nyom ki magából. Ez már egy beállítás, ezt ha jól tudom, akkor a Curában az 5 pont valahányásnál jött be ez a beállítás. Nos, itt a Creality Print szeletelőben ez már benne van, és ha ezt nem állítjuk be megfelelően, akkor bizony össze-vissza mindenféle nyomtatást kap, meg visszaszabályoz, meg hasonlók. Nyomtattam vele valamit, már nem is tudom micsodát, én nem csak leszeleteltem ezt a sebesség kalibrációs tornyot, és leszeleteltem, és egyszerűen nem akart a nagyobb sebességre szeletelni, mint talán 200 valamennyi. És nem értettem, hogy mi a kórságért nem akarja jobban és nagyobb sebességre szeletelni, mikor mindenbe van állítva. Azért, mert annál éppen kicsire volt véve ez az átáramlási sebesség, és hát egyszerűen úgy érezte, hogy ekkora átáramlás mellett nem tud akkora sebességgel nyomtatni, ezért nem hajlandó annyival nyomtatni. Tehát törekedik arra, hogy a lehető legjobb legyen a kinyomtatott végeredmény, de ezért egy valahol valamilyen beállítás nagyon bele tud piszkítani abba, amit amúgy beállítottunk a nyomtatások beállításai között. És még a végtelenségig tudnám sorolni azt, hogy mennyi ilyen dolog van benne, ami nem rossz, csak egyszerűen egy új szeletelő, egy ilyen hozzáállás a dolgokhoz, és nehéz akkor, hogyha át akar szokni az ember valamiről, amit már megszokott.
Ami még ugye hiba volt, az ez a nagy rétegáltolódás ennél a nagy tárgynál. Itt nem igazán tudtam, hogy mi okozhatta ezt, azonban utána megnéztem, hogy amikor le van fixálva a tárgyasztal mozgató motorja, akkor viszonylag kis energiabefektetéssel egy ujjal igazából odébb lehet tolni ezt a tárgyasztalt. Vagyis szerintem egy kicsit kicsi áramot kap az a léptető motorot elő, és emiatt történhetett a dolog. Ha ezen egy nagyon nagy tárgy lenne, tehát mondjuk miért ne nyomtathatnánk rá egy 1 kilós vagy akár 1,5 kilós tárgyat, ugye belefér ebbe a nyomtatási területbe. Ha ez egy 1 kilós valamit így előre-hátra mozgat, hát a legtetején garantáltan lesz rétegáltolódás, mert az a hatalmas súly, főleg nagyobb sebességnél odébb fogja rántani ezt a tárgyasztalt, mert nem tartja olyan fixen. Esetemben szerintem az volt, hogy megakadt a fúvóka egy olyan műanyag részben, ami egy kicsit kitüremkedett, mivel ott ugye nem volt tökéletes a felső réteg. Ebbe beleakadt, és egyszerűen nem tudott odébb menni, hanem hát átreszelte a motort. Ez abból látszott nagyon jól, hogy igazából nem tudja a nyomtató, hogy merre jár, hogy amikor befejeztem a nyomtatást, akkor ugye előre tolja a tárgyasztat, hogy le tudjuk venni róla a nyomtatott tárgyat. Ekkor, amikor teljesen előre ért, nyilván a nyomtató magának tudja, hogy mekkora helyen mozoghat, és ennél a 220 mm-nél nem akarja előrébb tolni, ott nincs érzékelő az ütközéses kis kapcsoló érzékelő hátul van a nyomtatóban, tehát hátrafelé nullázza. Vagyis előre csak addig engedni, ameddig szabad. Márpedig, amikor előre jött teljesen, akkor hallható volt a motor reszelése, tehát nem tudta, hogy merre jár a térben, ő úgy érezte, hogy kicsit odébb van. Szóval szerintem itt átugorhatott a motor, vélhetőleg ez az áramerősség miatt, de amúgy ebben nem vagyok teljesen biztos, sem abban, hogy ugye a fúvókat akadt meg benne, azonban ez a 3 cm-es réteg eltolódás, ez elég borzasztó dolog, és ha mondjuk egy sok napos nyomtatásunknak a legtetején történik egy ilyen, hogy hát egy kicsit odébb megy a dolog, az rettenetesen bosszantó lehet. Szóval igen, hogy összefoglaljam a véleményem, szerintem ez egy nagyon jó kezdőnyomtató lehet, mert ezt egyébként fórumokon is olvastam, ahol kérdezték, hogy ez egy jó nyomtatója kezdőknek. Igen, valóban jó, mert ezen tényleg megtanul nyomtatni az ember, főleg, hogyha tesz rá egy olyan filamentet, ami nem kreati filament, akkor nagyon rá fog jönni arra, hogy milyen beállítást, hát idővel rájön, hogy milyen beállítást kell beállítani rajta. És konkrétan ezt írták azon a nem tudom milyen fórumon, hogy ez azért jó nyomtató, mert gondolkodni kell rajta. Mert az nem jó nyomtató, amit csak úgy megvesz az ember, és működik, és nem kell rajta gondolkodni, hanem az a jó, ami gondolkodásra ösztönzi az embert, és megtanul vele nyomtatni. Tehát, ha így nézzük, akkor valóban ezen sokat fog gondolkodni az, aki megvásárolja, és igazából tudja használni, és tud vele nyomtatni, és aztán nagyon fog érteni a klippernek minden egyes csinyához, bínyához. Ami egyébként nagyon előnyös dolog a gép esetében, hogy az utolsó frissítéssel kapott egy rútolási lehetőséget. Ugye előtte ez a viszonylag szegényes webes felület volt hozzá, de miután rútolhatjuk, megkapjuk a kijelzőn a felhasználó nevet és a jelszót, amivel ugye rá tudunk csatlakozni, és tudunk telepíteni rá dolgokat, akár egy komplet új firmware tudunk rá durrantani, hogyha ahhoz van kedvünk. Én csak egy fluid felületet tettem rá, mivel az lényegesen több információval szolgál, mint ez a kis Creality, nem is tudom, hogy annak van-e valami neve annak a felületnek, amin kezelni lehet. Tehát rá pattintottam egy olyat, és attól kezdve, hát webes felületről úgy tudtam használni, mint ahogy bármelyik másik ilyen nagysebességű klipperes nyomtatót, ami azért nagyon nagy előny. Szóval köszönjük a Creality-nek, hogy ezt megadta hozzá, de én továbbra is úgy vagyok vele, hogy lehet, hogy ez egy nagyobb sebességre képes és jobb nyomtató, és így utólag, hogyha tudtam volna, akkor valószínűleg inkább az SE változatot kértem volna belőle, mivel arról azért lényegesen több teszt van már fönt az interneten, és lehet róla látni ezt, azt, amazt, és egy kicsit úgy érzem, hogy jobban működik az, mint ez, szóval véletőleg, hogyha választanom kéne, akkor nem a KE, hanem az SE változatot választanám. Egyébként ehhez is, és a másikhoz is lehet külön kamerát szerelni, meg lehet vásárolni a Creality-től, ugye lehet csatlakoztatni hozzá, illetve, amit nem értek, hogy miért nem adnak hozzá gyárilag, jó, nyilván nem fér be az árba, de ez a vibráció kompenzációhoz a kis érzékelő. Ezt külön lehet megvásárolni, de itt a firmware-rel benne van, rá tudunk kattintani, aztán azt mondja, hogy nincs olyan, és nem tudjuk használni. És egyébként a nyomtatott tárgyakon bizonyos mértékben azért látszik is ez. Nagy sebességű nyomtatásoknál azért már célszerű egy ilyen vibráció vagy rezgés kompenzációt csinálni a nyomtatványokon, mert egyébként azért behullámosodhat az éle. Szóval, ha mindezek után úgy érzitek, hogy szeretnétek egy ilyen nyomtatót, mert tanulni akartok belőle,
akkor lesz róla egy link a leírásban. Ha még nem tettétek meg, akkor egész nyugodtan kedveljétek ezt a videót, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Addig is, sziasztok!